Állítsuk össze ezt a szúnyoghálóajtót, szükséged lesz a munkához fűrészre, fúróra, esetleg egy gumikalapácsra és egy jó éles sníccelre. Van benne ugye 7 darab egyforma profil, illetve egy eltérő a keresztmerevítéshez, ezeket méretre kell vágni. Bár a használati utasításban szerepel a kézi fűrész, én javaslom, hogy mindenképpen valahogy egy gépi fűrészsel vágd majd méretre, ezzel fogsz tudni gyorsan haladni. A fehér nyilak mutatják, hogy hová fogadjuk fel ezt a keretet, és látod a méreteket is. Én azt javaslom, hogy széltében és hosszában is úgy vágd le a keretet méretre, hogy 15 cm számolj rá, mindenképpen számold bele azt is, hogy a sarokelemek plusz két és fél centik. A talajon sablonszerűen állítsd össze az így levágott elemeket. A sarok és a T idomokba tedd be a kis fém alkatrészeket, ezek fogják megakadályozni, hogy a profilok szétcsúszanak. A lépésvédő profil felső összekötőidomán kívül teljesen össze tudod már állítani ebben az állapotban a keretet, egymásba dugod ugye a sarok, illetve a T idomokat, hogyha nehezen megy valamelyik itt tudsz a gumikalapáccsal kicsit rásegíteni. Az utolsó fehér profil felszereléséhez 4 darab 3x16-os csavar kell, és a 11-es sorszámú kis alkatrészeket fúrjuk fel egymással szemben, úgy, hogy egyformán álljanak, és mi olyan távolságra fúrtuk fel, hogy majd amikor felkerül erre a rugdosó, akkor teljesen befedje a profilokat, és csak a rugdosó látszódjon. Ne lepődj meg, de itt bizony látszódni fog a csavar, másképp nem lehet fölrakni. Mind a két csavart használd a rögzítéséhez, mert különben el tud fordulni. És nagyon fontos, hogy kézi fúróval szerintem borzasztó nehéz ezeket felrakni. Így már jöhet is a helyére az utolsó profil. Ezt nagyon egyszerűen össze lehet így dugni, és az ajtó alját is össze lehet rakni, a sarkokat a helyükre rakjuk, és az alsó záró profil is a helyére kerülhet. Mi csak ezek után vágtuk pontosan méretre a rúgdosót. Azonban mielőtt a helyére kerülne, mindenképpen el kell távolítani ezekről a részekről a védőfóliát. Magát ezt a rúgdosót a 4x12-es csavarokkal fogjuk felrögzíteni, és mi arra figyeltünk, hogy ugye a műanyag sarokba semmiképpen ne fúrjunk bele, tehát ezért a két szélén kezdtük, és először a bal oldalon fúrtuk felfelőre, aztán a jobb oldalt, Ugyanúgy alul is a sarok mellé furtunk egyet-egyet, végül alul és felül is elosztottuk három egyenlő részre a távolságot, és úgy furtunk föl még három-három csavart. Ezt a pici csavart használtuk hozzá, és így néz ki, tehát számíts rá, hogy látszódni fognak a csavarfejek. És végre jöhet a háló. Ezt majd a fekete gumizsinórral fogjuk berögzíteni, a profilok nútjába kell betömködni, mindegy, hogy hol kezded el a betoldást, a sarkokon is ilyen gyönyörű szépen át lehet vezetni. Nem kézzel kell, persze nem is tudod kézzel berakni. A legjobb, hogyha van egy ilyen kis célszerszámod, ezt nálunk is megtalálod a shopban, de be van rakva egy sokkal egyszerűbb megoldás, ez a kis szürke műanyag lap, ez benne van a csomagban, ezzel is be tudod rakni. Fontos, hogy valaki húzza, feszítse a hálót, a másik pedig tömködi be ide a helyére. Hogyha van ott egy pici hullám, azt is be fogja így húzni magával, amikor a helyére rakod, itt jól lehet látni. Mi a rúdosó résznél tettünk fölőre és alóra is. A középső merevítésnél, hogyha berögzítettük a hálót, akkor el kell vágnunk, mert különben nem tudjuk a profil aljába is beilleszteni, hiszen túl nagy a feszülés, de hogyha elvágtuk, akkor már simán bele tudjuk rakni, és utána ott is le kell vágni a felesleget a szikével. Nagyon fontos, hogy a zsinór mindenhol benne legyen a nódban, tehát sehol ne hiányozzon, hanem mindenhol végigérjem. Ha ezzel is megoldunk, akkor le kell szedni a többi helyről is a fóliát. Megkeresjük a kettő darab 4x12-es önmetsző csavart, és ezzel felcsavarozzuk a helyére a külső fogantyút. Ezzel a munka nagyobb részén túl vagyunk. Jöhetnek a zsanérok. Az alsóba betesszük ezt a rugót, és akkor látni fogod, hogy megjelenik egy kicsit itt a felső részen, és a leghosszabb csavarokra lesz most szükség, a 25-ösre. Beleteszed, nem fog átmenni, de látszódni fog ott a másik oldalon. A tetejét elfordítva kell rátenni, hiszen az egyik fele az ajtóra kerül, a másik pedig a falra. Ide is bekerül majd egy csavar, mind a három pántot állítsd így össze. Először középre a merevítéshez érdemes fölrakni, két csavarral, majd pedig fölőre és alulra is egyet-egyet. Mi úgy számoltuk ki, hogy a saroktól kb. 15-20 cm kerüljön távolabb. A pontos magasság meghatározásakor jó, hogyha használsz egy pár milliméteres távtartót, így elkerülhető, hogy használat közben sorlódjon az alsó profil. A mágneses csapantyút először a falra kell felcsavarozni, és ez pontosan meghatározza majd az ellendarab helyét a profilodon. A 3x16-os önmetsző csavarral kell felrögzítened egyet fentre, és egyet pedig lentre. A három zsanérban levő rugó biztosítja azt, hogy ne maradjon sosem nyitva az ajtó, hanem szépen behúzza majd ide a kerethez, a csapantyúk pedig biztosítják majd neked a pontos zárást is. A belső fogantyút ebben a pozícióban kell felszerelned. Készen is vagyunk, ilyen szépen csukodik az ajtó. Nagyon fontos, hogy mielőtt bármibe belekezdenél, ellenőrizd, hogy a kilincstől el fogja majd férni az új hálós ajtót. Ha nem, akkor használj kiemelő profilt. Ez az ajtó a tapétakarnis oldalán a JKH 120-as cikk szám alatt található meg.